Köszöntöm a kedves nézőket. Tegnap az ige hirdetésről beszéltem. Most szeretném egy példán keresztül illusztrálni, hogyan működik ez. Azt állítottam tegnap a Biblia alapján, hogy az ige hirdetés az tulajdonképpen a teremtés, az újjáteremtés aktusa, sötétség helyén világosság, betegség helyén gyógyulás, kaotikus, zűrzavaros kapcsolatok helyén rendezettség jön létre. Meg vagyok róla győződve, hogy az első nagy igehirdetés az maga a teremtés volt. Azt a leírást olvassuk Mózes első könyve első fejezetében, hogy a Föld kietlen, puszta volt. Sivatagos, elhagyott, sivár, üres, kietlen hely, terméketlen, sötétség és mélység volt ezen a, a űrzavaros, kaotikus földön, és sokszor az ember azt tapasztalja, hogy a lelke vagy a lelkének bizonyos területei ilyenek. Az életünk, a sorsunk bizonyos területei zavarosak, sötétek, kaotikusak. De, ahogyan a teremtéskor az ember életében is, mivel az Isten nagyon szereti az embert, ott lebeg ugrásra készen Istennek a szelleme, hogy megvalósítsa az Istennek az akaratát. Ehhez viszont kell a szó, kell a kimondott ige. Isten a teremtéskor szólt ennek az érzékszervekkel, teljesen egy más realitást tükröző valóságnak, a sötétségnek, a mélységnek, az űrzavarnak, hogy legyen világosság és az Isten igéje és az Isten szelleme együttműködve létrehozta a világosságot. Majd szólt, hogy legyen mennyezet, majd szólt, hogy legyenek csillagok, égitestek, állatok, növények, és a zűrzavar helyén egyszer csak egy édenkert keletkezett, amelybe az Isten az ő, Képére, hasonlatosságára teremtett lényt, az embert, aki nagyon-nagyon egyedülálló a teremtett lények között, oda behelyezte, és őt is egy más módszerrel megteremtette az embert. Sokszor a mi lelkünkben, sorsunkban is félelmek, sötétség van. Az a hely, amit Isten Édennek tervezett el az emberi lélek, zűrzavar helyévé tud válni. A fenyegető körülmények, gazdasági nehézségek, betegségek miatt. Pedig az Isten éden akarott látni, és nem csak a túlvilágon, a mennyekben, már itt is. És ajásnál olvassuk, hogy az az Isten akarata, hogy olyan legyen az emberi lélek, mint a jól öntözött kert, zöldellő, gyümölcstermő, élettel teli. És van olyan beszéd, amely képes ezt létrehozni. Ez maga az evangélium beszéde. Az evangélium, hogy Jézus meghalt a bűneinkért, eltemették, de feltámadt a halálból, mindannak a foglalata, amilyen jó akarattal az Isten az emberhez van. Ebből a beszédből származik az, hogy a testünk képes meggyógyulni. Ebből az üzenetből származik az, hogy Isten nem akarja, és képes is anyagi nehézségekből, kapcsolati gubancokból kihozni az embert. Azért, mert az emberben benne van az a hatalom, a kedves nézőbe is, hogy a körülményeinek parancsolhat. Rómaiakhoz írt levél 5. fejezetében, a 17-es versben mondja Pál, hogy ahogyan Ádám bűnesete miatt a halál elhatott és hat minden emberre, elég a temetőkre gondolni, ennél sokkal jobban uralkodhatnak az életben azok, akik elfogadták a kegyelem evangéliumát. Én ezt erre bátorítom a kedves nézőket, hogy ragadják meg hittel az Isten beszédét, és legyenek a sorsuk kormányosai, szóljanak hittel a betegségnek és a rossz dolgoknak. Köszönöm.